A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar fúvósötöse tart majd előadást. És most egy újdonsággal, a Halasi Estről fogunk beszélgetni Végső Istvánnal, hogy milyen tartalmat ad ez a műsor, ad ez az est. Erről ő fog bőve felvilágosítást adni önöknek. Szervusz! Köszöntelek, üdvözlöm a nézőket! Miért is lett Halasi Est ennek a programnak a címe? Vadkerti Mónikával, kollega nőmmel beszélgettünk arról, hogy bizony nagyon sokat hallunk Erdélyről, a moldvai néptáncokról, de hogy határainkon belül maradjunk, a kalocsai népviseletről, a matyó viseletről, de Halasról, meg itt Halason elég keveset, nem nagyon szoktunk rendezni délalföldi táncházakat, elsősorban a moldvai táncházakat szoktunk mi is a Pásztortűz részéről szervezni, és úgy gondoltuk, hogy a Halasi Média és Kultúra Kft.-nek itt az ideje, hogy felkaroljon egy ilyen ötletet, hogy Halas propagáljuk egy kicsit a halasiaknak, illetve nem csak halasiaknak, minden érdeklődőnek, bemutassuk a hagyományait, népviseleteit, a gasztrokulturális jegyeket, amik itt a városban megtaláltak, és nyilvánvaló módon a népzenét és a néptáncot is, ami közvetlenül Kiskunhalashoz vagy a délalföldhöz kapcsolódik. Említetted a hagyományőrzést, népzenét, kik lesznek a fellépők? Igen, nagyon fontos, hogy legalább két részből áll majd a Halasi Est, ami majd jövő héten pénteken 18 órától a Közösségek Házában fog megvalósulni. Először lesznek bemutatók, előadások, aminek keretében népviseletekről fogunk hallani, halasi hagyományokról, illetve ételekről, italokról, amik Halashoz kötődnek. Pásztorviseletről is hallunk majd, tehát ezzel indul a Halasi Est, és utána pedig egy táncház fogja ezt zárni, de közben már a Szilajci Tera zenekar fog nekünk halasi dalcsokrot előadni, illetve a Halas Táncegyüttes, valamint a Kiskun Táncegyüttes fog nekünk Kunverbunkot, illetve délalföldi táncokat bemutatni. Az előadókról még egy néhány szót ejtsünk. Igen, tehát a Halas Táncegyüttes és a Kiskun Táncegyüttes, ugye a két városunk két kiemelkedő táncegyüttese, azok, akik bemutatóznak, majd pedig a táncházat is levezetik, tehát érdemes lesz ott maradni velünk. A Szilajci Tera zenekar pedig játszik nekünk egy halasi dalcsokrot, amiből még többet megtudunk majd a halasi népdalokról, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy vannak Halason népdalok, amiket összegyűjtöttek annak idején, és ennek nagy gyűjtője volt ugye Szomjas Siffer György, és itt a Kiskunhalasi Vegyeskar, illetve a Szilajci Tera zenekar szokta ezeket feleveleníteni, ezeket a népdalokat. Ezen kívül természetesen majd a Halas banda is fog nekünk játszani, ők vezetik le majd a táncházat. A zene, a tánc az úgy hallom, hogy kiváló lesz. A gasztronómiába is egy picit nézünk bele. Milyen finomságok várják ott az érdeklődőket, nem csak szóban esetlen, hanem fogyasztási lehetőséggel is. A Halasi Estről azt kell tudni, hogy nagyon sok titok és meglepetés lengi körül, tehát nem beszélhetek mindenről. Azt tudom mondani, hogy fel kell készülni, hogy gasztronómiailag is meglepetésekkel fogunk készülni, lesz langalló az esten, de más érdekességekre is fel kell készülniük a hozzánk ellátogatóknak. Én azt gondolom, mindenki örömére szolgál majd ez a Halasi Est. Halasi hagyományokról, halasi szokásokról lesz szó, nekünk halasiaknak. Ez nagyon újdonság, de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon barátságos is, aki ezt hallja, biztos, hogy kíváncsi és meg fogja nézni. Ti mit vártok ettől az estől? Milyen érdeklődést? Azt gondolom, hagyományteremtő céllal valósítja meg ezt a Halasi Média és Kultúra Kft. A terveink szerint ez most ugye a téli halasi est lesz, de majd tervezünk tavaszra is, nyárra is és őszre is. Mindegyik más-mást fog felelően, nem lesznek pontosan ugyanolyanok. Mindig valahogy a néphagyományokat, amik Kiskunhalashoz kötődnek, azt szeretnénk feleleveníteni, de erről sem nagyon beszélhetek, ezt ígértem meg a főszervező kollega nőmnek, Vadkerti Mónikának, tehát ez mind meglepetés lesz, és ezért is várjuk az érdeklődőket. Hogyan fogadták a felkérést a halasi együttesek és az előadók? Meglepetés volt számunkra az, hogy mindenki, aki előadó, mindenki, aki fellép, hogy azonnal igen mondott, sőt, azt kell mondanom, hogy még mondták is, hogy hát még többször kellene ilyen halasi estet szervezni, nem csak így negyedévente, hanem minél többször, hogy a halasiak még inkább megismerkedjenek. Egyrészt a halasi fellépőkkel, másrészt a halasi hagyományokkal. Szeretném,
hogyha esetleg a nézőknek azt elárulnád, hogy neked ki a kedvenced a halasi fellépő közül, aki most este ott lesz. Hát, személyes vonaladat, hogyha esetleg elárulod nekünk. Természetesen, mivel jelen van a Szilajci Terezen, akár ők mindenféleképpen a kedvenceim, de azt kell mondanom, hogy mindenki egyébként. Tehát olyan meglepetésekkel fogunk készülni, és olyan fellépőink lesznek, akik azt gondolom, hogy minden kis kulcsnak a kedvenceivé fognak válni, hogyha eljönnek és megtekintik őket. Még egyszer szeretném, hogyha elmondanád, hogy mikor és hol lesz a halasi est. Tehát jövő héten pénteken, november 15-én 18 órától a Közösségek Házában várunk mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és természetesen a halasi esthez kapcsolódik a mai élő produkciónk is. A Szilajci Tere zenekar fog zenélni, hallották már őket eddig is, de most igazán hosszabban is meghallgathatják. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra egy hét múlva. Yeah.